Több száz milliót keresettek a csalók, akik Rutkó nevével árultak gyógyszereket. A tévés biztos benne, hogy magyarok is vannak közöttük. Svábi András utános kollégája és barátja Vujic Rutkó lett a cukorbetegség elleni gyógyszer kínáló internetes csalók áldozata. Az ATV Start műsorvezetőjének nevét egy álhírterjesztő oldalon használták fel, azt állítva, Rutkó leplezte a gyógyszertári cégek lobbiát, és rájött, hogy azok állításával szemben mégiscsak létezik gyógyszer a cukorbetegség ellen. A csalókat üzleti érdekek vezérlik, hiszen a Schwabi által már bevizsgáltatott álgyógyszer, ami mindössze kukoricakeményítő, az adott weboldalon elérhető 39 euróért, azaz nagyjából 13 ezer forintért. Rutkó felháborodott a hazugságokat állító álcikken, és feljelentést tett a rendőrségen. Döbbenetes, hogy mennyire profin összerakott oldalról beszélünk, szerepel orvosi megszólalás, infografika és több rólam készült stúdiós fotó is. Emellett az is egyértelmű, hogy nem internetes fordító programmal készítették, így szinte biztos vagyok abban, van a csaló között magyar. Vázolta a helyzetet a riporter, aki pillanatok alatt több száz üzenetet kapott, amelyek nagy része arról szólt, hogy az ő hitelessége miatt vették meg a csodaszernek kikiáltott álgyógyszert. Sajnos sokan elhitték az átverést. Szívszorító volt ezt olvasni, és emiatt úgy döntöttem, amellett, hogy felhívom a csalásra a figyelmet, feljelentést is teszek az ügyben. Ugyanis végtelenül elítélem, ha valaki más ember betegségét, kilátástalanságát, reményét kihasználva akar nyerészkedni. Jelentette ki Vujic Rutkó, aki tudja, a rendőrség összevonja ezt az ügyet és a korábbit, amikor Svábi András nevével éltek vissza, feltehetően ugyanazok a csalók. Csalás, kuruzslás és gyógyszerhamisítás miatt Svábi András a cikkben megemlített klinika és a doktornő nevében tettünk feljelentést az ügyben, december 20-án ehhez csatlakozott Rutkó. Erősítette meg dr. Horváth Lóránt ügyvéd, aki döbbenetes számokat árult el az üggyel kapcsolatban. Csak nálunk több mint 600 sértet jelentkezett, akiknek a többsége legalább 3-4 dobozzal vett a szerből, így több száz milliós csalásról beszélünk, jelentette ki a szakember, aki hozzátette. A rendőrség elkezdte a nyomozást, több sértettet már meg is hallgattak. Ha elkapják a csalókat, 10 évre is börtönbe kerülhetnek. Svábi András is így járt. Svábi András addig megy, míg börtönbe nem juttatja a csalókat. Az ATV heti naplójának műsorvezetőjét mérhetetlenül felháborította ez az eset, így kijelentette. Minden lehetséges eszközt bevet annak érdekében, hogy kiderüljön, kik állnak az álhír oldal és a gyógyszercsalás hátterében. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.